Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. A vendégünk most Mikó Barát György, aki a Kanizsa Médiaháznak a szerkesztője. Jó ez a titulus, mi? Szerkesztőség vezető, de egyébként jó, Szerkesztőség igen. vezető. És az NB3 délnyugati csoportjáról fogunk beszélni. Ez lehet egyfajta fél év plusz 2 hónap értékelése. Így van, én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást, megkeresést. Hát ugye azt lehet látni 17 forduló után, hogy az Iváncsi és a Szentlőrinc mindkét csapat 43 pontot szerezve vezeti a tabellát. Harmadik a Fradinak a második csapata, 8 pont a lemaradás, és hát itt a Nagykanizsa, ahol te azért leginkább megfordulsz, az pedig 10 ponttal van lemaradva. Te hogy látod, hogy be lehet még hozni ezt a két csapatot, vagy gyakorlatilag a kettőjük között fog most már eldőlni itt a bajnoki cím? Hát nem lehet, szerintem. Tehát, ha röviden akarnék válaszolni, akkor nem. De most ezt ugye Gombos Zsolt is megemlítette legutóbbi interjúban, amit ugye meg is osztottál az MB3 focin, HUM focin. Ő is úgy fogalmazott, hogy nyilván sportemberekről van szó, mondhatom azt, hogy mi is sportemberek vagyunk, szurkolók, bízunk a továbbiakban, bízunk a szerencsében, de reálisan nézve, de 10 pont azért ez sok. És rátérve akár a csoportra, ismerve a csoportot most ebben a szezonban, minden meccset én kommentáltam, így mindenhol ott voltam, minden csapatot láttam legalább egyszer játszani, ugye az MTK-t és az Iváncsát már kétszer is, Kanizsát meg hát sokszor, így az kirajzolódik, hogy nagyon, nagyon jelentős a különbség mondjuk a top 4-5, 6 csapat között, de inkább mondjuk 4-5, és az alsó régió között, de szerintem ez nagyjából az egész magyar harmadosztály sajátja, hogy óriási a differencia, valahogy ugye meg tudják teremteni profi körülményeket, vagy mondhatom akár idézőjel nélkül is, hogy valóban ugye csak a focira kell koncentrálni a játékosoknak, míg vannak olyan ellenfelek, olyan csapatok, ahol azért munka mellett mondjuk heti 3 edzéssel, akár ugye most még pár hétközi forduló is volt, nem annyi, mint a legutóbbi kiírásban, amikor aztán tényleg dömpinget tartottak etéren. De visszakanyolodva, akkora a különbség, hogy nem érzem azt, hogy lenne még mondjuk 4 botlási lehetősége az Iváncsának és a Szentlőrincnek, pláne úgy, hogy az Iváncsával már oda-vissza játszott a Kanizsa, és hát nem mellesleg a Kanizsának minden meccset nyernie kéne ahhoz, hogy bele tudjon szólni érdemben a küzdelembe. És akkor még az egészet megtetézve, erről is ejtettünk pár szót Zsoltival, hogy Isten igazából, amíg a rangadókat nem tudja hozni egy csapat, addig szerintem nem is reális elvárni azt, hogy bajnok legyen. Te amúgy melyiket tartod jobb csapatnak, az Iváncsát vagy a Szentlőrincet? Megkerülhetetlen ez a kérdés. Hát ugye mondtad, hogy Iváncsát már kétszer láttad. Most ha megnézzük a tabellára, ugye mind a kettő csapatnak 31 pontja van, a gólkülönbség 31 mind a kettőnél, csak ugye több győzelme van az Iváncsának, ami nagyon fontos lehet akár majd a bajnokság végén. Számítottam a kérdésre, igen, valóban nem lehet megkerülni, és jó is a kérdés. Ahogy én látom, a Szentlőrincnek az az erőssége, hogy egy nagyon jó magot az MB2-ből együtt tudtak tartani, és ők azért mind fizikálisan, mind játéktudásban hát egy vagy legalább egy fél fokkal magasabb szintet képviselnek, mint az MB3, viszont az Iváncsánál pedig azt tudom kiemelni, hogy van néhány játékos, akinek a kvalitása, nekem van egy ilyen hát elméletem, hogyha lenne egy ilyen menedzser, vagy egy valahonnan hazatelepülő, nagyon gazdag magyar, szerintem össze lehetne rakni MB3-ból is egy olyan csapatot, amely az MB1-ben nem esne ki. És én az Iváncsában láttam több olyan játékost, akik meglepően, számomra meglepően jól játszottak. Most mondjuk Kovácsot tudom hirtelen kiemelni, de talán Madarász volt a szélső, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, ő is nagyon extrát játszott, és még akkor ugye volt sérültjük is a csatársorban, a középpályáról is többen, tehát hogyha mondjuk egyénileg le kéne bontani, akkor én lehet, hogy az Iváncsát egy fokkal erősebbnek gondolom, viszont maga a keret,
pedig egységesebb a Szent Lőrincnél. Úgyhogy nagy csata lesz. Hát most én nem szurkolok egyiknek sem nyilván, de mind a két oldalon nagyon jó a vezetőség is, az edzői háttér. Ha fogadni kéne, én egy fokkal most inkább az Iváncsára tennék. Még igaz az úgy is, hogy ugye a rangadót elbukták, de hát belenéztem, majdhogy nem teljesen megnéztem azt a meccset, ugye ők is közvetítették élőben, és azért, ha őszinték akarunk lenni, inkább az Iváncsának húzott az a mérkőzés, még úgy is, hogy ugye végül fordította a Szent Lőrinc. Ugye most ebben a bajnoki szezon végén is osztályzott kell majd játszani, most úgy fog kinézni, nem NB2-es csapattal, hanem a négy NB3-as bajnokot fogják összesorsolni. Figyeled a többi csoportot is azért úgy valamennyire? Figyelem, igen, mert ugye ahogy készülök a meccsekre, mindig azért teszek be információkat a többi csoportról is. Nyilván a mi nézőinket jobban a nyugati, a másik nyugati liga érdekelheti, de azért a keletire is rátekintek. Most, ami ugye elsősorban kirajzolódik, hogy a Békés Csaba és a Putnok is nagyon maga biztosan vezet. A Putnok meg aztán főleg támadásban igen extrának tűnik. Ugye Boros, talán Gábor a keresztneve a fiatalembernek, őt láttam is még játszani, amíg nyugaton, az ország nyugati felében focizott, én Moson-Magyaróváron így hol befért, hol nem, de hát most nagyon, nagyon extra szezonja van, és ugye akár a mi példánkból is kiindulva egy csapatot nagyon magasra tud vinni azt, hogyha van egy ilyen támadója, akiről mondjuk minden porcikájáról bepattan a labda. De én úgy érzem, visszatérve a kérdés elejére, hogy nagyobb a különbség keleten. Tehát a két, a Putnok és a Békés Csaba szerintem magabiztosabban lesz bajnok, mint majd a délnyugati és az északnyugati első. Hát kis túlzással ott már oda is lehetne adni már most a bajnoki címet, nem a, ki lehet ezt azért ez így jelenteni. Hát térjünk vissza az NBA-ra a délnyugati csoportjába. Nekem egy üde színfoltnak tűnik így a Dunaföldvárnak a szereplése, akit lehetett ugyan tudni, hogy jó a játékos anyag, remek a játékos anyag. Tehát az újoncként az ötödik hely az szerintem egy kifejezetten jó teljesítmény. Tény, bár engem annyira nem győztek meg, hogy őszinte legyek, ugye azt az egy meccset láttam, plusz összefoglalókat, de hát mondjuk most meg is kell száfolnom magam, mert az Iváncsát megverték, míg a Kanizsa egyszer-ikszert egyszer kikapott ellenük, de itt például Kanizsán Olajbányás stadionban egy nagyon sima meccs volt a Kanizsa javára, ott ha csak a helyzeteknek a 70-80%-át berúgja a Kanizsa, akkor azt mondom, hogy 4-5 gól van közte, és valami hasonlót nyilatkozott a Földváriak vezetőedzője is, tehát ezt nem én vizionálom, hanem ő is megerősítette. Tény, hogy el kell ismerni, osztályt lépve egyszerre ilyen jól szerepelni, szép teljesítmény, egyébként a Kanizsa is annó jól kezdett visszatérve az NB-s osztályba, de itt megint vissza tudok kanyarodni arra, amit pár perce említettem, hogy, hogy ugye ott is, ahogy én tudom, Dunaföldváron megteremtik a profi lehetőségeket a játékosoknak, és azért az, az nagyon nem mindegy. A másik még a Kaposvár, aki egy elég jó sorozatot mondhatott magáinak így a szezonnak a második felében. Ugye Kaposvár szomszédai rangadó a Kanizsa szempontjából. Érdekes az ottani helyzet, ahogy én tudom, ugye nyilván a helyi szurkolók jóval magasabb szintre vágynak NB1-re, NB2-re, de inkább NB1-re, és a múlt alapján talán meg is érdemelnék, de hát óriási játékos mozgás volt most is, ahogy olvastam, most Horváth Rudolf ott hagyja a csapatot, így talán másfél év után így ismét egy edzőváltás. Jól szerepeltek, jobban talán, mint a többség várta, de nekem úgy tűnik, hogy valami nincs teljesen rendben, nem teljesen kerek ott a történet, aztán lehet, hogy majd rám cáfolnak. Tehát úgy tűnik, hogy Horváth Rudolf jó munkát végzett, és a mostani meccsünkre, a Kanizsa meccsére rátérve, hát ott bizony inkább a Kanizsának volt szerencséje az X-el, és közelebb állt a hazai gárda, hogy behúzza a 3 pontot. Ugye van néhány tartalék csapat is itt a NBR délnyugati csoportjában, a Fradi 2 ugye a 3. helyen, a Paks második csapata a 7. helyen, az MTK második csapata a 10. helyen, és akkor a Vidi 2,
pedig a 13. helyen, ami még kiesést is jelenthet akár. Hogy látod az ő erősségeiket, meg egyáltalán? Hát itt mindig szoktunk erről, ez a tartalmi csapat kérdés, ez mindig visszatérő. Szerintem most annyira nem menjünk ebbe bele, inkább csak így értékelés szempontjából. Azért jó az én munkám, és itt nem nagyon szeretnék el kalandozni, meg senkinek sem odaszúrni, de én szerencsére rákérdezhetek tulajdonképpen bármire, amit úgy látok, hogy fontos. Így erre is rákérdezhettem a Fradi 2 elleni meccs után, és Karolovszki Gábor szerintem egy nagyon intelligens és korrekt nyilatkozatot adott, hogy nem azokat a játékosokat játszatják le ebben a szezonban, pedig megtehetnék, akik mondjuk több 10 millió eurót érnek, csak éppen valamiért nem férnek be az első csapatba, hanem azokat, akik fiatalok, ráadásul magyarok, és nincsenek játékban. Barát helyzete, ebben megint nagyon nem akarok elkalandozni, de elég rosszul fest Fradinál, de például a Katona 3 hete a Kanizsa ellen adott 2 gólpaszt, most a héten pedig a Csukaricski ellen az egyik legjobban szállt be a Fradiba, és ott is adott egy gólpaszt. Tehát e szempontból mondjuk meg kell védenem az egész második számú csapatok létét, mert hogyha ez a cél, hogy egy fiatal ember belejöjjön, bizonyítson, és mondjuk esélyt kapjon azáltal, hogy az NB3-ban jól játszott az NB1-be, hát akkor nincs mit tenni, el kell fogadni, és akkor hadd szóljon, mert ha ezt kell, akkor csinálják. Ami nekem sokkal jobban fájó, és sokkal jobban mondhatom, hogy idegesítő, az a 11-es meccskezdés. Hát érem, de tényleg nem fogok nagyon belemenni, csak valóban a szurkolókat ez nagyon frusztrálja, a második számú csapatok körüli helyzet. De tényleg azt mondjuk nehéz megmagyarázni, szerintem értem, hogy akarimisták meg tanulni kell, meg stb. De hogy például annak idején ebben a csoportban ugye nincs győri csapat a Kanizsával együtt, de a legutóbbiban volt, akkor azért egy győri akadémiához 11-re utazni, nincs autópálya, vagy nem végig van autópálya, falvakon keresztül 5-kor gyülekezni, utána meccset játszani, és közben ugye azt a célt szolgálni az NBA-ra, hogy profi bajnokság legyen, hát nem biztos, hogy ez jól van így, sőt biztos, hogy nem, szerintem. Na de az értékelésre rátérve, ugye a Paks 2 kicsit kifulladt a szezon végére, ott viszonylag masszívabban alkalmaztak visszajátszókat, most az utolsó bajnokit megnéztem, ott is volt több NB1-es játékos. A Kadezső ellen egy extra meccset játszottak, ugye rengeteg góllal, de ahogy én láttam, nekem a tabell alapján is, és a mutatott teljesítmény alapján is, a Fradi 2 tűnt a legegységesebb és a legjobb csapatnak a második számú együttesek közül. Hát ki is kaptunk ugye ott a fővárosban. Más kérdés, hogy ugye ott is pályafelújítások vannak, tehát nem egy túl jó körülmények között rendezték azt a meccset. A Vidi 2-nél ott mondjuk szerencséjük, hogy a szezon második felére hajrára belejöttek, hoztak pár pontot, nagyon szimpatikus edzőjük van, de hát én azt érzem, hogy ott kell a legtöbb munka ahhoz, hogy ne forogjon veszélyben a kiesés elkerülése. Azt hiszem, hogy még az MTK második csapata kibaradt, még őket nem tárgyaltuk. Pozitív meglepetés volt nekem még nyáron a MTK 2, már csak azért is, mert ugye kiindulva az NB1-ből és a szurkolók közötti ugratásokból, én arra számítottam, hogy mint ahogy sajnos elég sok helyen tapasztalom, hogy pár 10-20 néző lesz a mérkőzésen, és tele volt a lelátó a második számú együttes meccsén. Nagyon szép focit játszottak, de hozzáteszem, az első mérkőzésen 6 NB1-es visszajátszóval, a másodikon pedig 5-tel, ami azért, mint már mondtuk, nem egyszerű helyzet a Kanizsának vagy a szimpla NB3-as együtteseknek. Ugye próbálják az első számú csapat játékát játszani, kombinatív focit, de szinte ez minden második számú csapatra igaz, hogy gyorsan építkeznek, fizikálisan többségükben le vannak maradva a felnőtt, vagy hát a sima
csapatoktól, ezt ki kell használni. Többségében ki is tudta a Kanizsa, a Feri kettő ellen ugye nem, de például nagy, óriási kontraszt volt az MTK-nál a két meccs között, mert a fővárosi összecsapáson hát gólokkal kellett volna nyerni az MTK-nak, de a Kanizsa kapusa Kálovics mentett egy pontot, míg itt Kanizsán viszont gólokkal kellett volna nyerni a Kanizsának, és hát sokkal magabiztosabban behúzni a három pontot, mint ahogy végül lett. És itt bizony nem lehet megkerülni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen visszajátszókat kap egy második számú csapat, mert én úgy érzem, hogy lényegesen erősebb visszajátszókat kaptak a nyári összecsapáson, és ez befolyásolta a mérkőzést. Valamint azt Kanta József nyilatkozta nekem, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy itt a csapatnak a gerince nem egy korosztályt, hanem kettőt ugrott az MTK-nál, tehát itt a csapat magja az még nem az, hogy 19-20-21 éves, hanem 17-18, tehát jóval fiatalabb, mint amit mondjuk még a többség megenged magának. Én azt is látom problémának, hogy túl nagy a szakadék az NBA-ron, még az NBA-2-höz képest is szerintem, de az NBA-hez meg pláne. Tehát így nagyon nehéz az NBA-3-ból berakni a játékot szerintem az NBA-be hirtelen. Biztos, hogy nagy a különbség, ezt minden edző lenyilatkozza, hogy főleg tempóban óriási a különbség, és az NBA-2-re most így, hogy ugye már második szezon óta zajlik az átalakítás, még kevésbé tehetik meg azt az edzők, hogy próbálkoznak, mert amely csapatok tudják, hogy a bentmaradásért fognak harcolni, ők nem igazán engedhetik meg maguknak, hogy próbálkozzanak, csak közben ugye ott van a fiatal szabály, amit meg mégis meg kell próbálni, vagy hát ki kell elégíteni, de hát valóban ott nagyon kőkemény célfutballt kell ahhoz játszani, hogy elérjék azt, hogy ne essenek ki, hiszen ugye a csapatok létszáma szűkül, ez valóban megnehezíti azt, hogy fiatalokat alkalmazzanak, de azt viszont én tartom, hogy bőven lehetne menedzsereknek, vagy akárkiknek találni a jelenlegi NBA-3-ból olyan játékost, vagy játékosokat, akik szerintem megállnák a helyüket az NBA-2-ben. Te látsz egyébként olyan játékost az NBA-3 délnyugati csoportjában, akiből akár NBA-1-es labdarúgó is lehet? Hát én látok. Mondjuk én pozitívan állok a játékosokhoz, meg nyilván nem is ismerem a hátterüket, a kanizsaiakét leszámítva. Nyilván ott sem tudok mindenkiről azért mindent, de igyekszem. Viszont én bőven látok olyat, aki megérdemelné az esélyt. Nyilván ez nagyon sok összetevős, hogy utána hogy áll helyt az edzéseken, milyen fejben, milyen a családi háttere, hány éves, ami nagyon nem mindegy ugye egy ilyen kérdésnél. De most például a legfrissebb élményem Iváncsán, Kovács szerintem mindenképpen odaférhetne egy NB1-es csapathoz, ő extra. Tehát amilyen labdái voltak, azt nem, meg amilyen cselei, azt nem lehet tanítani, az vele született. De hogy haza is beszéljek, a Kanizsánál szerintem Szilágyi Adrián is bőven megérdemelne egy esélyt. Ugye ő nyerte a Honfoci közönség szavazását a legutóbbi kiírásban. Az ő teljesítménye is sajnos némileg visszaesett erre a szezonra, de én láttam tavaly játszani, és az bőven elég lett volna ahhoz, hogy akár egy NBA-1-es csapat megnézze. Úgy tudom, hogy nem nézte meg egyébként. Tehát, hogy ez kritika, azt mindenki döntse el maga. A Paks 2-ben nagyon tetszett, és most puskázok, Pesti játéka. Ő ugye jól áll a góllövő listánk, és Izmot nem ártana neki felszedni, de életveszélyes a kapura, nagyon jó. Olyan tököl is hatása volt nekem a játéka, ha már ugye Paks, úgyhogy őt is azt mondom, hogy oda érhet. De például érdekes, hogy a Gárdony ellenünk egy olyan meccset játszott, hogy szerintem többet nem fognak ilyet az egész szezonban, majd lehet, hogy évekig. De azon a meccsen a két szélsőjük, Usakov és Kövesdi is olyat játszott, hogy olyat NBA-3-ban nem nagyon láttam. Azért, ha visszanézünk így az elmúlt évekre, eszembe jött például Zibonyi Dávidnak a neve, aki játszott az Alegerszeged, és a Vasasban játszik most, és ugye Lipótról indult, NB3-ban gólkirály is volt, vagy akár Bárány Donát is, aki
szerepelt a Deac-be is, a DBSC2-be is, és lassan már a válogatott kapcsán is kezdik emlegetni a nevét, ugye? Így van, hát, így van. Hát aki NBA-ba játszik, azért nem lehetetlen eljutni oda, én azért úgy látom. Ugye, hát most már nem is tudom, hogy melyik beszélgetésünkben, talán még a tavaly ilyenkoriban kérdeztem rá Gombos Zsoltnál, hogy a Kecskemét szereplése kapcsán valamit értékeljen, hiszen hát le a kalappal a Kecskemét előtt, akkor meg aztán pláne, hogy mentek, és ő mondta, hogy van olyan játékos, aki nála még a megyeiben is szerepelt, és 30 évesen lett NB1-es focista, ezt, bocsánat, meg is mutatta a mostani focistáinak a Kanizsánál, hogy kapott tőle azt hiszem egy videóüzenetet, amit lejátszott a kanizsai öltözőben, hogy ne adják fel az álmaikat, mert lehet, hogy nagyon közhelyesen hangzik, de vannak csodák, és oda lehet érni bizony, akkor, hogyha megfelelően edz, küzd és dolgozik egy játékos, meg hát nyilván, hogyha a kellő tehetség azért megvan benne. És most említettél több példát, akik erre mind jók, de némileg ide kapcsolódik Varga a Fradiból, akire vagy akiről, hát hogy finoman fogalmazzunk, a magyar társadalom, foci társadalom tulajdonképpen lemondott, tehát ilyen osztrák, alacsonyabb ligákban játszogatott, Ausztriában kapott esélyt, hogy bizonyítson feljebb, aztán nem úgy jöttek össze a lépései, és ismét meg kell dicsérni a Paksot, hogy meglátták és hazahozták, mert ha nem szúrják ki, akkor lehet, hogy most is egy osztrák harmadik, negyedik ligában lő 30-40 gólt, viszonylag jól keres, és ezzel jel is van. Most meg pedig ott tartunk, hogy szerintem messze a legjobb center a válogatottnak, és kiroppanthatatlan lesz a kezdőből, ha felépül. Hát térjük vissza az NBA-ra délnyugati csoportjához. Ugye itt az első hét helyezett csapatról már beszéltünk, 8. a Gárdony, 9. az Érd. Úgy látom, ez a két csapat egymással valamennyire ellentétes utat jár be. A Gárdony az most került vissza az NBA-romba. Az Érd viszont korábbi éve megszokhattuk, hogy az első hely közelében volt, éveken keresztül. Az Érdiek vezetőedzőjével váltottam pár szót interjúm kívül. Ugye ezeket az infókat nem illik továbbadni, most sem fogom, de meg azért már tettek erre akár Limperger egy interjúban utalást, hogy azért Érdem most már mások a célok, mint mondjuk pár éve, anyagilag is és helyezésileg is, ami nem biztos, hogy jó, sőt, mondhatjuk, hogy biztos, hogy nem jó érdi szurkolói szempontból, de jelenleg ez tűnik a realitásnak ott ez a harmadosztály közepe. Gárdonyról pedig beszéltem az imént, hát most mit mondjak, tényleg olyan a második fél időben Kanizsa olyan extra focit nyújtottak, hogy csak feltettük a kezünket, hogy ez van. Tehát nem is értettem, hogy hogy vannak ennyire hátul. Aztán, ahogy mentek tovább a fordulók, nekem úgy tűnt, hogy inkább az a foci volt kiugró, de ott is egy nagyon szimpatikus vezetőedző van, nagyon jó munkát végez, és hát ajánlom az ellenfelek figyelmébe, hogy a két szélsőjükre helyezzenek nagy hangsúlyt, mert villámgyorsak és nagyon jól cseleznek. Ha őket ki tudják venni, akkor lehet, hogy azért kihúzzák a Gárdony méregfogát. A lotteri vezetőséggel volt némi csörtén, de alapvetően gratulálok nekik, mert jól szerepeltek ebben a fél évben. Ugye akkor hat együttes, szerintem ez a hat együttes lesz igazán az, akik közül kikerülhet majd a három vagy négy kieső. Ugye van a Mohács, Bonyhád Majos, Vidi 2, őket már említettük, a PTE Piac, a Szekszárd és a Dunaújváros. Utolsó két helyen Szekszárd és Dunaújváros, hát szerintem velük kéne kezdeni számomra. Megdöbbentő, hogy két ilyen komoly futballmúlttal rendelkező együttes potenciálisan veszélyes helyen, nagyon-nagyon veszélyes helyen. Hát ugye a Dunaújváros az tényleg egy nagyon sajátosan magyar és szomorú sztori, ami ott megy. Most közvetíthettem a stadionból a szerb napokat is, meg a stadionból, amit tulajdonképpen végül is megmentettek itt az energiaválság közepén, hogy ne legyen még nagyobb baj, mint ami lehetett volna. Nem biztos, hogy teljesen pontosan fogalmazok, de lekapcsolták a áramot tulajdonképpen a stadionban.
Tehát ott nagyon-nagyon sok sebből vérzik a sztori. Tudom, hogy nagyon jó barátságban van a vezetőedző Gombos Zsolttal, van ugye némi egerszegi kötődése, a minden futballbarát szurkol a Dunaújvárosnak, hogy ne alakuljon nagyon rosszul a sztori, hiszen azért, akik mondjuk 93-4 előtt születtek, emlékezhetnek arról a Dunaújvárosra, ami aztán tényleg az elmúlt 20-30 év egyik legjobb bajnok csapata volt. Sajnos sok évet nem élt meg az a virágzó társaság, de amellett, hogy bajnokok lettek, én emlékszem, hogy nagyon szép focit is játszottak, tehát akarták játszani a focit, nem csak behúzták a bajnoki címet, viszont ma nagyon más a lehetőség a jelenlegi gárdának. Nem akarom tényleg senkit megbántani, de azon a meccsen, vagy azután a meccs után úgy jöttem hozzá, hogy hát ez a Dunaújváros az Alai megye egyben tudna maximum helyt állni, nem az NB3-ban. Aztán végül is lett pár mondhatni szép eredményük, tehát érik a munka ott is, de én meg lennék lepve, hogyha bent tudnának maradni. Te melyik négy együttest raknád így most előzetesen a 13, 14, 15, 16. helyre? Hát a 13. hely az még nem biztos, hogy kieső hely, ugye? Ott össze kell vetni majd a többi három csoporttal, de a 14., 15., 16. az begyük úgy, hogy ha csak nem lesznek visszalépések, vagy bármik, azért ott az osztályváltást jelent. Mondjuk hozzáteszem, szerintem lesznek visszalépések, tehát ebben pessimista vagyok, hogy lenne annyi megye egyes csapat, amely vállalja a feljutást. Hát a Dunaújvárost sajnos én mindenképp a kieső helyre raknám. A Vidi 2-t viszont nem, tehát ott ha máshogy nem, akkor majd az NB1-es csapattal sakkoznak úgy, hogy ne essen ki az együttes. És most nincs előttem hirtelen a tabella, de amit még láttam, hogy a Majos például az új edzővel szerintem alakul, tehát náluk látok esélyt, hogy megmeneküljenek. A Szekszárdot megint inkább oda sorolnám, hogy kiesnek, ez most kettő együttes, amelyre azt tudnám mondani, hogy nálam nagyon nagy bravúr lenne, hogyha ők bent maradnának. De amit tényleg a legelején mondtam, hogy az utolsó helyezett mondjuk 4-5 csapat, vagy az is lehet, hogy 6 között, akkora a különbség is az első 4-5 között, hogy óriási. Mi a véleményed arról, hogy ugye előre hoztak két fordulót a tavaszi szezonból, így most volt 17 mérkőzés, plusz azért a csapatoknak le kellett játszani 1-2-3, de voltak azt hiszem, hogy 4 kupamérkőzést is, és a tavaszi szezonra megmarad mindössze 13 bajnoki mérkőzés. Hát jó, van, aki még versenyben van a Magyar Kupában, de hát az csak 1-2 csapat, és nem biztos, hogy nekik olyan sok forduló lesz még hátra. Ez is egy nagyon fontos és a szurkolók között releváns kérdés. Nagyon sok megjegyzést kaptam a szurkolóktól, hogy most mi lesz velünk ennyi foci nélkül, ennyi hét foci nélkül, de komolyra véve a szót, én működtetek kvázi hát hobbiból egy TikTok csatornát, ahol a kommentátori hát munkámat, ugye nyilván ezek rövid kis videók, szösszenetek, amit ez a platform megkíván, mutatom be, próbálom hát kellő iróniával kezelni a helyzetet. Most némileg lemaradtam azon prózai jogból, hogy a telefonom feladta a harcot, és most nem fér bele a büdzsébe egy újat venni. Na de visszakanyarodva, még a legutóbbi, tehát a tavalyi előrehozott meccsek kapcsán készítettem egy videót a kanizsai pályáról, akkor nem volt olyan szerencsénk, mint most. Most a két előrehozott meccs szinte tavaszias időjárásban szinte zajlott, mert azért Iváncsán 2 fokban játszottak a felek, és én is odafagytam a kis székhez, de nem volt hó, nem volt eső, legalábbis nálunk többségében, így azt mondom, hogy nem volt komoly probléma a meccsek rendezésével. Bár az Iváncsai pálya, hát megint egy másik téma lehetne, de nem kanyarodok el erre. Viszont tavaly belenéztünk hóesésbe, és azért az Olajbányás stadionnak a gyepszőnyege sem az az angol-brit minőség, és amit ott a Kaposvár ellen a fiúk leműveltek, hát az szinte olyan volt, mint az NB1-es kecskeméti
meccsek, ami meg aztán egy harmadik kérdést vetne fel, de tényleg az már sárdagonya volt, és ott mondjuk elég erősen megkérdőjelezhető volt, hogy volt-e bármi indoka, vagy bármi érdek abban, és jó döntés volt-e, hogy előrehoztak két meccset. Ugye átalakítják megint, hogy folyamatban van az átalakítás az NB2 és az NB3 között, ugye ebben a szezonban egy másik lebonyolításban megyünk, most mindenki döntse el maga, hogy a 20 csapatos volt jobb, vagy a mostani. Abban biztos vagyok, hogy én azt nem tartom jó ötletnek, hogy november végén, decemberben, akár még decemberben játszanak a csapatok, hogy aztán ezt hogy lehetne másként megoldani, és ne előrehozott meccsekkel, az nem az én munkám, de hát elméletileg ugye vannak erre szakemberek, akiknek erre jó vagy jobb döntéseket kellene hozni. Nekem mondjuk az a véleményem, hogy egy csapat, ha bajnoki címet tud elérni bármilyen osztályban, annak ne kelljen már osztályozott játszani, az jusson föl. Egyetértek. Ugye még az idei, ugye kvázi idei, mert nem naptár évben számolunk, lebonyolításra azt mondom, hogy még talán egy fokkal elfogadhatóbb, mert mégiscsak NB3-as csapatok játszanak egymással, legalább két olyan mérkőzés lesz majd, ami szurkolóbarát, láthattuk a Veszprém meccsét, a bajnoki döntőt, nagyon szép nézőszám előtt rendezték annól Tatabányával. Úgy tudom, hogy többségében a legutóbbi osztályozókat is NB3-ra szinte mindenképpen jó nézőszám tekintette meg, így most etéren azt mondom, hogy elfogadható. Tény, hogy sportszerűbb lenne az, hogy egyeneságon feljutna egy bajnok, de még ha így van megoldva, mint most, azt el tudom fogadni. Viszont a tavalyi, és ezt nem csak én mondom, hanem benyilatkozta akár a Tóth András is, ha jól emlékszem, de Pető Tamás, abban is biztos vagyok, hogy ez így nem volt korrekt. Sőt, mondhatom, hogy kifejezetten inkorrekt volt, hogy egy NB3-as csapat vegye fel a versenyt egy olyan NB2-es együttessel, amely nyilván profi körülményekből jön, és aztán a Veszprém helyzetét még nagyon sokkal nehezítette a pálya kérdése, és ehhez képest viszont óriási respekt az NB3-as gárdáknak, hogy kifejezetten jól helytáltak, hogy a Zugló fel is jutott, bár hozzáteszem, hogy ott azért a Zugló lehet, hogy egy fél fokkal már kilépett az NB3-as keretek közül. Ugye három hónap van, pont három hónap, mert március 3-án rajtul majd a bajnokság. Neked hogy fog telni a téli szezon, illetve Kadizsánál mikor kezdődik majd a felkészülés, meg mit tudsz a többi csapatról? Hát, hogy nekem hogy fog telni munkával, ugye sajnos nekem ez mondjuk, ha úgy nézem, van a munkakörömben 15 feladat, abból sajnos csak egy a kommentátori. Hát nagyon örülnék neki, hogyha nem ilyen arányban oszlana el a munkám, de hát így van jelenleg, úgyhogy a maradék 14-et viszem tovább márciusig, és majd márciusban bejön a kedvencem, mondhatom így, a mérkőzéseknek a közvetítése. A csapatról Isten igazából olyan bővebben nem tudok információkat. Most, hogyha minden igaz, akkor kaptak némi szünetet a játékosok. Talán úgy, hogy két hét rendes szünet, két hét pedig otthoni munkával, de ez csak ilyen fél információ, szóval ne hivatkozzon rám senki, hogyha tovább pihen, mint amennyit megszabtak neki. De ennyit tudok, hogy így lesz, aztán visszatérnek a srácok. De azt viszont tudom, hogy most viszonylag, ugye, sőt nem is viszonylag, hanem valóban nagy a kihagyás a bajnokik között, a tavaszi, őszi fordulók között. Ugyanakkor azt hallottam már edzéseken, ugye én mindig azért váltok pár szót a stábbal is, interjún kívül is, és ott elmondták, hogy bizony már nagyon kellett a szünet, mert azért nyilván emberek, focisták, és június óta tulajdonképpen minden hétvégét végigtoltak, minden napot végigdolgoztak, és értem én, hogy most nagyon divat manapság a focistákat szídni, hogy ennyi pénzért bezzek dolgozzon is meg, és az is igaz, hogy némileg ugye ezeknek a kritikáknak van is alapja, de hát gondoljunk már bele, hogy ők tényleg most júniustól minden nap edzés, minden hétvégén mérkőzés, és itt van december, szóval megérdemelnek egy kis pihenőt.
És a végére egy ilyen személyes kérdés. Hát ugye nem sokszor, de jó párszor azért volt alkalmam végigkövetni a Nagykanizsa mérkőzés, amelyiket közvetítetted. És nekem nagyon látszódott, hogy nagyon fölkészülsz ezekre a mérkőzésekre. Milyenek a visszajelzések, és nem volt-e még esetleg olyan jelentkező, hogy magasabb, úgymond magasabb helyről is kerestek volna téged, hogy közvetítsél esetleg valami kábelcsatornánál, vagy máshol? Még van egy ilyen vágyad egyáltalán? Először is köszönöm, igyekszem. Most érdekességként elmondom, hogy sokan hivatkoznak arra, hogy nincs elég információ alacsonyabb osztályú mérkőzést közvetíteni. Hát nekik üzenem, hogy de, van. És itt hagy emeljelek ki téged, mert ami munkát végzel az MB3 fociért, az példaértékű. És talán Varga László barátom kommentelte be az egyik hír alá, hogy azt, hogy te ezt önerőből felvállalod, az túlmutat egy elvárható szinten. Tehát úgy gondolom, hogy erre kellene lennie egy kvázi szövetségi munkatársnak, vagy szövetségi résznek, aki ezt megpróbálja kezelni, de te ezt így felvállaltad és viszed, és ezért nagyon nagy gratula. Visszatérve rám, minden mérkőzésre szinte összetudok szedni ilyen 14-15 oldalnyi információt. Hát előtte éjszaka készülök, most egy éves fiam van, tehát napközben nem igazán jut rá idő, a feleségem még éjjel elenged, hogy a munkát végezzem, a felkészülést. Igyekszem mindig a legjobbat nyújtani, sajnos nem kerestek még felsőbb ligákból, hogy sport nyelven fogalmazzak. Nem tagadom, hogy álmom volt nekem gyerekkoromban, nagyjából 14-15 éves koromig az, hogy focista legyek, utána szembesültem azzal, hogy ez nem fog menni. Például Gombol Zsolt kritikája után, hogy olyan lassú vagyok, hogy ez nem hiszi, hogy magasabb szinten elég lesz, és igaza is lett. Aztán átértem erre a vonalra, és például, hogy némi személyeset mondjak, édesapám elkezdte járatni az akkor még igencsak színvonalas nemzeti sportot, és én tényleg úgy kiolvastam 14 éves koromtól 17-ig, hogy nem csak egy-egy cikket, hanem A-tól Z-ig minden írást. Tehát mondhatom azt, hogy volt erre nekem affinitásom és szándékom, de még sajnos nem sikerült feljebb jutni. Nyilván önkritikus is vagyok magammal, ahogy Klopp fogalmazott a könyvében a játékos karrierére tekintve, ő azt mondta, hogy fejjel Bundesliga 1 volt, lábbal területi liga, így átlagban kijött a másodosztály. Most én is azt tudom mondani, hogy fejben NB1 vagyok, az artikulációm lehet, hogy csak területi, de azt hiszem, hogy átlagban kijöhetne egy NB2, hát majd talán egyszer kijön így vagy úgy. Hát így legyen, és hát akkor szerintem az ezzel tudom zárni a sort, hogy jó pihenést kívánok egyébként, neked is az összes NB3-as csapatjátékosának és vezetőjének, és aztán majd hát még kicsit korai ezt mondani, hát majd kellemes ünnepeket és boldog újját. Viszont kívánom, és tényleg mindenkit biztatok, hogy olvassa, kövesse a Honfocit, mert szinte minden megtalálható a harmadosztályra itt. Köszönöm szépen! És nézze a Nagykanizsa közvetítését. Így van. Hála Isten, szép számmal nézik egyébként. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.